Molnár Tamás önkormányzati képviselő beszédével nyitották meg a második vízivárosi adventet szombaton a vízivárosi általános iskola aulájában. Az elmúlt két évben a Covid-járvány, illetve az energiaválság okozta nehézségek miatt nem tudták megtartani a rendezvénysorozatot, de idén ismét együtt ünnepelhetnek a vízivárosiak, és a jövőben remélhetőleg minden évben így is lesz, mondta el a képviselő. 10 éve azzal a nem titkolt céllal jött észre a vízivárosi advent, hogy az adventi készülődés valódi mi voltát adjuk vissza a gyermekeknek és a szülőknek, tehát hogy egy picit lelassuljunk, tudjunk találkozni, beszélgetni és egy picit kikapcsolódni abban a kicsit gyors és pörgős készülődésben, amit egyébként a karácsony miatt érzünk magunkban, hogy szükséges, hogy mindent megteremtsünk. Ez egy jó alkalom arra, hogy megtekintsük a gyermekeink műsorát, akik egész hónapban készülnek, és hogy megmutathassák azt, hogy nekik mi a karácsony. A második adventi gyertyát ezen a héten Molnár Tamás és Bence András evangélikus lelkész gyújtotta meg. Ez nagyon jó, hogy a városrészben élők azok találkoznak egymással. De nagyon hiányoznak számomra azok, akiknek nincsenek itt a gyerekei, unokái, mert hiszen azt a célt szolgálná ez a találkozó, hogy együtt legyünk. Egy kis, azt gondolom, hogy jó volna, hogyha ha lenne több bátorság bennünk kimozdulni a saját környezetünkből. A gyertyák meggyújtását követően a Napsugár óvoda és a Németh László általános iskola gyerekei adtak ünnepi előadást, majd a Pitypang zenekar szórakoztatta a programra ellátogatókat.